történne, ha egy nap arra ébrednénk, hogy bájos házi kedvenceink, házőrzőink emberré változnának? Erről a gondolatkísérletről szól az Ehabi Niok közös könyv, Moskát Anita Írha és Bőr című fantasy regénye. A mai beszélgetés során itt van velem Anita a szerző, nem csak a regényéről, hanem a fantasy műfajról is fogunk beszélgetni. Így immédiát stressz a legelején hadd szögezzem le, hogy szerintem ez a műfaji besorolás egy icipicit ilyen skatulát jelent ennek a regénynek az esetében, mert én sokkal inkább éreztem disztópiának, de hogy egyáltalán mi fán terem a fantasy, és mennyire jelent egy regénynek ez hátrányt, vagy éppen előnyt, azt már egy szakértővel, a szerzővel fogom megbeszélni, és azt még hadd mondjam el, hogy Anita hozott a kérésemre 5 kedvenc fantasyt, úgyhogy a végén ezeket is meg fogja mutatni. A szemfülesek észrevehették, hogy itt van mellette, de ez majd a videó vége felé lesz, vagy a beszélgetés vége felé lesz. Anita, örülök, hogy itt vagy. Lehet, hogy udvariatlan lesz az első kérdésem, de akkor kezdjük egyáltalán ezzel a műfajjal. Szerinted mi a baj, idézőjelben, a fantasy műfajjal? Mi a baj a sok olvasónak a fantasy műfajjal? Hát ezt egyrésztről nehéz megmondanom, mert én nagyon kiskorom óta olvasok fantasyt, és olvastam mellette minden más, tehát ugyanúgy szép irodalmat is. Nekem az, hogy egyik nap leveszek egy Márquezt a polcra, másik nap meg leveszek mondjuk egy Neil Gaiman-t, az teljesen természetes volt, és az én fejemben sokáig ezek nem is realizálódtak, hogy más embernél esetleg külön polcra kerülnek ezek a könyvek, és csak amikor elkezdtem aktívabban írni, akkor kezdtem el találkozni azokkal a sztereotípiákkal, hogy ez biztos valami gyerekeknek való műfaj, és akkor csak mesés történetek vannak benne. Sokszor megkérdezték, hogy és mikor érsz már valami komolyat, vagy hogy amúgy tök jól írsz, nem akarsz igazi irodalmat írni, tehát hogy ilyen kérdések azért gyakran felmerültek. Bennem viszont mindig megvolt ez a szilárd meggyőződés, hogy tudom, hogy egy fantasy is beszélhet ugyanolyan fontos kérdésekről, mint bármi más, lehet ugyanolyan izgalmasan megírva, lehet ugyanannyi rétege, vagy elemzésre érdemes. Úgyhogy én ezt igazából szeretném is képviselni és eljutatni ezt az üzenetet, hogy le tudják ezt az előítéletet vetközni az emberek. Kezdjük azzal, hogy akkor egyetem mi a fantasy? Én azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy a fantasy az, amiben varázsolnak. Nekem emiatt ez nem feltétlen az a klasszikus fantasy, ezért mondtam a felvezetésem, hogy nekem picit ilyen disztópia. Azt tudom, hogy mondjuk a sci-fi, azt hiszem, legalábbis remélem jól tudom, hogy az, amit meg lehet magyarázni tudományosan, a fantasyt azt nem feltétlen lehet megmagyarázni tudományosan, jól tudom, hogy mik a fogalmak, segíts nekünk egy kicsit akkor ezt megérteni. Igen, hogyha egy nagyon egyszerű definíciót szeretnénk, akkor a fantasy vagy a science fiction tartalmaz egy olyan elemet, ami valóságon túlmutat, tehát hogy a mi valóságunkban ez nem úgy működik, de akár működhetne, vagy nem működhetne, és ez az elem, ez a történetnek a szerves részét képezi. És a fantasy esetében nem magyarázza meg a történet tudományosan, hogy ez miért lehetne lehetséges, a sci-fi pedig próbál rá tudományos magyarázatot adni, nyilván nem mindig exakt tudományos magyarázatot, de hogy azzal a szemléletmóddal kezeli a történetet. Tehát lényegében ennyi a különbség, ez egy nagyon tág fogalom. Tehát, hogy ebbe beletartozhat egy olyan fantasy is, amiben csak valami nagyon apró, természet fölötti mágikus elem van. Például az Írha és Bőrben nincsen igazán sok. Tehát, hogy ennyi az összes valóságon túlmutató elem, hogy az állatok be tudnak bábozódni, és emberekké tudnak alakulni. De hát vannak olyan fantasyk, amik komplett világokat építenek fel, ami a miénktől független világ, nem Budapesten játszódik, hanem mondjuk Középföldén. Szóval változó lehet, hogy mennyi elemet hoz be ebből, de attól még egy ilyen nagy ernyőfogalomként ezek így fantasyként kezelhetőek. Te már nagyon korán elkezdtél írni, 12-13 évesen elkezdtél írni az első regényed, és gyakorlatilag nem voltam még 20 éves, amikor megjelent? Írótáborokba kezdtél egy íróközösségbe járni 18 évesen. Miért pont a fantasy lett egyébként a te műfajod? Meg tudod ezt fogalmazni, vagy ez csak egy ilyen, ez jött, ebbe tudok írni, ezt szeretem olvasni? Ja, igen, 24 éves voltam, amikor az első regényem megjelent, 19 évesen kezdtem el írni, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nem is tudom, korai dolog, de előtte is volt egy csomó regényem, ami aztán a fiókban maradt, mert még ez csak ilyen próbálgatás volt, és már az első regényem is fantasy volt, tehát, hogy valahogy mindig is ez volt, ami vonzott. Nagyon szeretem a kreativitását, hogy olyan dolgokat lehet kitalálni, amit még senki más nem talált ki, hogy mennyi lehetőség van ebben, hogy lehet játszani azzal, hogy oké, elviszem az olvasót egy mágikus világba, de
tulajdonképpen mégiscsak egy tükröt mutatok a valóságra, és rákényszerítem, hogy egy más perspektívából új, friss szemmel nézzen mondjuk az adott társadalomnak a problémáira. Tehát én ezt egy nagyon végtelen jól kihasználható eszköznek tartom, és nagyon sok mindent el lehet vele mondani. Mint az elején mondtam, hogy kicsit skatúját jelent talán, és hogy nekem ez inkább disztópia, azzal így találkoztál ez a véleménnyel, egyet tudsz vele érteni, vagy teljes hülyeségnek tartod, amit mondtam? Nem, sokan mondták rá, hogy disztópia. Igazából sokan sokfélét mondtak rá. Szerintem ez amiatt is van, hogy nem egy ilyen nagyon tipikus fantasy, tehát hogyha mondjuk vesszük a fantasynek az alkategóriáit, hogy mondjuk heroikus fantasy, vagy urban fantasy, ezekről így van egy viszonylag fix kép az olvasóban, és hogyha van egy olyan szöveg, ami ettől, nem tudom, kicsit másabb, vagy keveri a különböző kategóriákat, elmosa a határokat, akkor igazából több helyre is betehető. Én nem is szoktam nagyon is katujákban gondolkodni, tehát engem az íróként is blokkolna, hogyha elhatároznám, hogy akkor most nem tudom, nagyon egy ilyen szabályos valamit írok, hanem hagyom, hogy nem tudom, átlépjek bármilyen határt, amit a szöveg megkíván. Ezek a skatulyák viszont most hál' Istennek előnyt jelentettek, mert mivel az a skatulya rajta van, vagy az a műfajbesorolás, hogy fantasy, ezért választottam ezt a könyvet. Egyébként mivel a végén még nevettem is olvasás közben, hogy nem is annyira fantasy, úgyhogy vicces, hogy pont ezt választottam, de ha eddig nem mondtam volna, bár szerintem a közösségi oldalon láttad, hogy én imádom ezt a könyvet, úgyhogy teljes fan lettem, úgyhogy a többi regényedet is szeretném elolvasni, majd a vége felé még azokról is beszélgetünk, de akkor tárgyaljuk kicsit az Irha és Bört. Ugye biológusként végeztél, de soha nem dolgoztál biológusként, elég hamar a könyves szakmában helyezkedtél el, szerkesztőként, korrektorként is dolgoztál? Korrektorként nem, még marketing területen dolgoztam később. Okay. Elég hamar a könyves szakmában helyezkedtél el, a szövegekkel dolgoztál nagyon sokat, de én azt érzem azért, hogy ebben a könyvben azért nagyon benne van az, hogy biológus végzettséged van. Honnan jön az alapgondolat, az Irha és Bőr alapgondolata? Általában az alapötletek valami nagyon banális dologból szoktak születni. Itt arra gondoltam, hogy az állatmesék, amikor a gyávanyúl, vagy a ravaszróka, vagy ezek a nagyon klasszikus állatmesékre gondolunk, ezek mennyire sztereotípen ábrázolják az állatokat, és hogy miért nincs nekik egy érdekszövetkezetük, akik felszólalnak ezért, hogy nem már mindig a róka legyen a gonosz. És ez az ötlet valahogy így összekattant egy csomó mindennel, ami már mozgott bennem, hogy régóta szerettem volna például nem emberi nézőpontból mesélni, mert ebben egy nagyon nagy írói kihívást láttam, vagy szerettem volna egy jelen Magyarországon játszódó történetet írni, mert a korábbi történeteim azok nem feltétlenül ilyenek voltak, és hát ilyen nagyon hirtelen tört rám, hogy akkor ezt meg akarom írni, akkor már benne voltam egy másik regényben, amit így ennek a kedvére rögtön félretettem, mert annyira élni kezdtek rögtön a szereplők, annyira megjelentek előttem, hogy fú, hogyan láthatná a világot egy olyan szereplő, aki félig őz és félig ember, vagy milyen lehet, amikor az átváltozás után azt sem tudod, hogy ki vagy, hol vagy, hogyan fog reagálni erre a társadalom, mennyi felé el lehet vinni ezt a történetet. Úgyhogy ez viszonylag gyorsan beütött. Aztán nagyon sokáig tartott megírni, tehát hogy több mint 5 évig dolgoztam rajta, igen, és ez volt az a könyvem, amit annyiszor elkezdtem és kidobtam. Tényleg? Hogy az utolsó verzió volt az, hogy jó, akkor ezt még egyszer megpróbálom, ha most sem áll össze, akkor lehet, hogy nem kell ezt ennyire erőltetnem, mert valami hibázik benne. Tehát arról volt szó, hogy annyira sok szál van benne, meg annyira sok esővény, hogy egyszerűen próbálgattam, hogy hogyan lehet ezeket összekattintani. Akik olvasták a regényt, azoknak ez így mondhat valamit, hogy például az előző verziókban nem szerepelt népszavazás, nem szerepelt benne a nyáj, és nem szerepelt benne a teremtő. Tehát, hogy ezek így verzióról verzióra alakultak, hogy pontosan mi az, amit el szeretnék mondani, és hogy ehhez pontosan milyen eszközökre van szükségem, hogyan viszonyuljanak egymáshoz a szereplők. Tehát ilyen próbálgatásokkal találtam rá arra, amilyen végül lett. Most nagyon megleptél, mert hogy az, hogyha nem szerepel benne a teremtő, akkor az egész alapkonfliktus az miből indul. Tehát vagy akkor hogyan írtad meg? Most akkor kicsit mélyünk el a szövegben, és ez most azoknak lesz izgalmas, akik elolvasták a könyvet, majd azért maradjanak velünk azok is. Amúgy próbálunk majd azért nem nagyokat spoilerezni, tehát az egy-két dolgot azért nyilván nem fogunk elmondani, ezt majd a nyilván, aki utólag nézi ezt a videót, annak ez most nem mond semmit, de a holnapi NIOK Könyvklub kibeszélőben majd spoilerezünk is, úgyhogy azt is nézzétek. De hogy akkor merüljünk már egy kicsit ebben a történetben, hogy a teremtő témája, meg úgy egyáltalán, hogy akkor hogyan futott ki, mert ugye az egész lényege,
az egész, hogy elkezdenek az állatok bebábozódni, és így emberré válni, és egy ilyen fajzott lény jön létre tulajdonképpen, akik megrekedtek, egy ilyen hibrid lény tulajdonképpen, aki megreked az állat és az ember között, azoknak a, tehát végig az mottoszkált bennem, hogy azért vártam, hogy mi fog történni, hogy mi az Isten ez a teremtés, és miért. Persze ez lehet, hogy olvasói attitűd kérdés, és nem mindenki ezért olvassa, de hogy nagyon kíváncsiak akkor, hogy írtad meg először, ha nem volt benne teremtő. Hát igen, ez a verzió most már van kiegyezve, tehát most már direkt úgy van az eleje is. Persze, tehát ez teljes újraírást jelentett ilyenkor. Szerintem legalább annyi szöveg végezte a vágólapon, mint amennyi a végén bekerült. Tehát, hogy ha utólag megváltoztatok valamit, akkor muszáj visszamennem az elejére, és akkor más jeleneteket választani, máshova tenni a hangsúlyt, hogy pont ezért mondjuk felcsigázza az olvasó érdeklődését, hogy na akkor így, hogy indultak a teremtések. De ez például azért került bele, mert a Kirillnek a blogja, ahol ezeket a történeteket gyűjti a fajzatokról, az így kezdtem látni, hogy ez mennyire ilyen központi szervező erő lesz, és észrevettem, hogy hát egy ilyen figura, akinek ennyire fontos, hogy nekik legyen történetük és identitásuk, ezen mennyire passzolna az, hogy akkor ő végül is az eredetüket keresi a fajzatoknak, ami igazából így minden élőlénynek egy ilyen nagyon elemi igénye, hogy tudja, hogy honnan jött, hogy kicsoda ő. És minél többet foglalkoztam ezzel, annál inkább megláttam, hogy hát ez itt mennyire hiányzik a szövegből, és akkor végül így került bele. Tehát akkor előtte úgy írtad, hogy egyszer csak a semmiből bebávozódnak ezek az állatok. Tehát nem volt meg az, hogy mi az ok? Nem tudtam az okot. Aha. Én viszonylag intuitívan szoktam írni. Vannak mondjuk felvetett kapcsolatok szereplők között, vannak elemek, amiket tudom, hogy szeretném, hogy benne legyen, de nem feltétlenül tudom, hogy mire szeretném kifuttatni. És akkor miközben eljutok oda, hogy a szereplők is eljutnak oda, akkor szoktam igazából átérezni, hogy pontosan miről is szól ez a történet, és persze ezért kell kidobni. Tehát, hogy mondjuk egy olyan író, aki nagyon részletes vázlatokat ír, szerintem sokkal kevesebb szöveget dob ki, mert ő sokkal jobban látja, hogy hová tartunk. Én olyan, mintha menet közben jönnék rá, hogy pontosan hová tartunk. De gyakorlatilag ez két különböző írás technika. Van az, aki, és amúgy tanítják is, hogy mindent is, az szereplők önéletrajzát, az ívet, a honnan, hova jutunkat. De akkor te azt mondod, hogy te úgy írsz, hogy van egy alapötlet, egy zseniális ötlet, hogy bebápozódnak az állatok, és keresik a, nem tudom, az okokat, meg a múltjukat, meg az identitásukat. Azt meg nem tudod, hogy hol fut ki, de hogy elkezded írni benne, fölépíted ezt a rendszert, ezt a világot, hiszen azért ahhoz megint csak tök jó olyan, hogy biológus vagy, hogy rendszerben tudsz gondolkodni, és egy ilyen egész univerzumot építesz, és akkor menet közben alakul, hogy mi lesz a történet, nem tudom, fő konfliktusa, vége, kifutása, tanulsága? Igen, hogy csak akkor már egy tudományos hasonlattal éljek, olyan, mint amikor mondjuk különböző vegyszereket összeöntesz egy kémcsőbe, de nem tudod, hogy mi lesz az eredménye, csak a vegyszereket látod, amiket beleöntesz. És igazából ez így nekem is izgalmas, hogy így mivé fog kiforni, milyen reakciók lesznek benne. Wow, zseniális, nagyon tetszik. Még az írásról beszélgetünk, maradjunk a szereplőknél. Hogyan lett Őz, hogyan lett Borz, ugye, de egyébként nem Borz, hanem Kunk. Ez nem, egy... Én nem vagyok jó biológiából, ez a kiderült. Bűzös borz, igazából. Bűzös borz, oké, maradjunk ennél. És a harmadikat nem mondjuk, már spoiler lenne, de hogy hogyan lettek meg akkor a főszereplőink, az August, Pilár és a Kirill. Miért pont ők? Azt rögtön tudtam, hogy szeretnék egy csordállatot, akinek nem egy ilyen individuma tudata, hanem hogy akkor lehet azzal játszani, hogy ő együtt él, nem is tudom, kilenc ős utával, akik valamiféle fura tudatközösségen osztoznak, és ebben láttam, hogy ebben nagyon be lehet hozni az állati ösztönöket, hogy mennyire másként érzékel egy állat, és az Őz az azért volt kézenfekvő választás, mert az egy olyan állat, amit mindenki nagyon szépnek, és szelídnek, és kecsesnek tart, és aztán, hogyha tudjuk, hogy Kirill története merre megy, akiben rengeteg agresszió van, akkor ez így nagyon szépen ellenpontozta azt, hogy egyébként mit feltételezünk egy Őzről, és hogy ő mint személy, ő eltér ettől a sztereotípiától, amit gondolnánk róla. A Borz az... Akartam egy házi állatot, mert hogy izgalmas volt az a felállás, hogy ő valaha valakinek a tulajdona volt, és hogy az a gazdája az így hogyan kezelheti őt tulajdonként, még akkor is, amikor már átváltozott, és neki már öntudata van, és még problémásabbá válik, hogy miért, nem akarok spoilerezni, de hogy így miket tehet meg vele. Viszont nem akartam valami nagyon egyszerű házi állatot, hogy kutyát vagy macskát, mert úgy voltam vele, hogy az úgy kicsit snassz, és szerettem volna valami különlegesebbé tenni, és ahogy az interneten kerestem ilyen nagyon extra házi állatokat, akkor láttam meg videókat
háziasított skunkokról, akiket Amerikában lehet tartani, itthon nem. És hát annyira aranyosak, hogy úgy voltam vele, hogy ez így annyira passzolni fog ez a történethez, mert neki fontos végig a sztoriban, hogy ő egy aranyos állat. És őt még az emberek is szépnek tartják, és mondjuk nem viszonyognak úgy tőle, mint nagyon sok fajzattal, akiknek esetleg torzabb az átalakulása, és hát Augustról nem tudunk beszélni. Igen. Hiszen az a regényben, azok kedvéért nem olvasták, egy nagyon fontos dolog, hogy a minálatból alakult át, és nagyon, hát egy fontos dramaturgiai pont, amikor ez tulajdonképpen kiderült, hogy ezt most nem mondjuk el. Nagyon sok olyan visszajelzést hallottam, és ez egyébként felveti azt, hogy milyen fontos szerintem az empátia olvasóként, hogy látom, hogy van egy olyan, nem tudom, olvasói bázis, vagy egy tömeg, aki, hogyha nem szimpatikus a szereplő, akkor nem szereti a regényt. És én nagyon sok embertől halltam vissza azt, hogy egyik szereplőt sem tudták szeretni. Én az a típus olvasó vagyok, aki azt gondolom, hogy picit több az empátiám, és én imádom azokat a könyveket is sok esetben, ahol mondjuk nem szimpik a szereplők, mert nem kell, hogy a barátom legyen. De egyébként meg tudom érteni, hogy valaki nem akar 600 oldalt olyan szereplőkkel együtt, egy olyan univerzumban lenni, ahol nem kedveli őket. Te mit gondolsz erről, illetve hogy a szereplők közül neked van-e kedvenc? Hát amikor én elkezdtem publikálni, és megjelent az első regényem, én akkor szembesültem ezzel, hogy mennyien azt mondják, hogy te, hogy nem is szerethetőek a szereplőid. És akkor az kicsit olyan megdöbbentő volt, hogy ez mondjuk ennyire fontos egy olvasási élményben, amit így utólag látom, hogy ez teljesen oké, csak én annyira máshogy olvasok, hogy egyszerűen nem gondoltam arra, hogy ez másoknak ennyire fontos lehet. Engem mindig, nem is tudom, egy ilyen rejtvényként érdekelnek a szereplők, hogy megértsem a motivációjukat, hogyha mondjuk olyan dolgokat tesznek, amik nem szép, hogy ez így pszichológilag hogy működik bennük, hogy milyen hatások érték, hogy miért viselkednek így, sokkal inkább nem is tudom megérteni szeretném őket, mint sem szeretni. Ennek ellenére írás közben minél jobban megértem őket, annál jobban elkezdem megszeretni még akkor is, hogyha egyébként nem akarnék az életben belül így mondjuk együtt dolgozni, vagy barátkozni, tehát hogy azt hiszem, hogy minél jobban valakinek a mélyére látunk, és hogy itt behoztad az empátiát, igen, tehát hogy itt ez a kulcsa, minél jobban empatizálunk valakivel, annál nehezebb nem szeretni, vagy legalábbis megérteni, vagy együttérzéssel fordulni felé. De hogyha azt nézzük, hogy a szereplők közül mondjuk kiállt hozzám legközelebb, akkor mondjuk Veronika, aki egy viszonylag hát olyan értékrendet képviselt, amivel én jobban tudtam azonosulni. De jó, ő azért elég mellékszereplő benne, igen, tulajdonképpen, igen, de, igen. De fontos mellékszereplő minden esetben. Igen, de ő képviseli azt a, nem is tudom, emberséges hozzáfordulást a fajzatokhoz, amit szerettem volna, hogyha egy kicsit az olvasó is a végére empatizálni tud. Szinte ő az egyetlen gyakorlatilag, aki emberként pozitív szereplő, és aki abszolút 100%-osan elfogadja a fajzatokat. Igen. Arról beszéltünk egyébként, hogy az alapgondolat honnan merült fel benned, na de neked azért van házi állatod. Amikor elkezdted írni, akkor így egyrészt én folyamatosan, ha állatra néztem, az ugrott be, hogy úristen, milyen lenne, hogyha ő most így emberé változna. De hogy te hogy voltál a saját állataiddal például, meg szeretné, de volt olyan pont az írás közben, amikor azt érezted, hogy amúgy tök jó lenne, hogyha a macskám, kutyám, akkor még nem volt kutyátok szerintem, amikor akkor írtad. Akkor még nem, akkor két macskám volt. Igen, nem? A macskáid akkor tulajdonképpen egyszer csak emberi változnának. Hát azon sokat gondolkodtam, hogy milyen személyiségek lennének, mert hogy macskaként is nagyon különböző személyiségek, az egyik nagyon nagy privát teret szeretne, ritkán jön oda dorombolni, tehát ő azért ott úgy elképzeli, hogy ő itt a házura. A másik meg egy nagyon-nagyon barátságos cica, aki folyamatosan az ember közelségét keresi, és hogyha ők mondjuk emberré változnának, akkor mennyire lenne különböző személyiségük, vagy hogyan viszonyulnának hozzám. A első macska lehet, hogy azt mondaná, hogy hát úristen, évekig bezárva tartottál a lakásban, hát szégyed magad, hogy ezt tetted. A másikunk meg mondjuk lehet, hogy tudna felém szeretettel viszonyulni az átváltozás után. És úgyhogy emiatt így nem nagyon szerettem volna, hogy átváltozzanak, de igen, ezen sokat gondolkodtam. És menet közben ez változott benned? Mert én olvasóként azt éreztem, hogy az elején nagyon tetszett ez a gondolat, és minél jobban benne voltam ebben a világban, és láttam, hogy mennyire, és valószínűleg ez is, én azt érzem, ez lenne a valóság, hogy ennyire kitaszítanák a fajzatokat az emberek. Egyre kevésbé éreztem azt, hogy ez egy jó forgatókönyv, vagy hogy örülnék, hogyha mondjuk az én háziállatom emberé változna. Igen, abszolút félteném őket, hogy így mi fog velük történni, meg hát a
regényben rögtön egy átneveléssel kezdődik, tehát nincs az, hogy akkor átváltozik a cicám, és akkor mi majd, nem tudom, felnevelem, ahogy mondjuk egy gyereket nevelnék fel, hanem akkor elviszik egy ilyen állami rendszerbe, megmondják, hogy hogyan kell emberként viselkedni. Ez is így kicsit a skatujákról szól, hogy akkor megpróbálják őket betenni egy olyan skatujába, amit azt gondolunk, hogy ez az emberi, és hogy pont ez egy ilyen fő konfliktus forrás a regényben, hogy nem hagyják őket felfedezni, hogy kik saját maguk, és hogy önálló személyekké válhassanak. És valószínűleg ez lenne a legnehezebb akkor, hogyha a háziállatom átváltozna, hogy elfogadjam, hogy ő már egy önálló személy, és lehet, hogy egyébként soha többé nem akar velem találkozni. Nekem nagyon-nagyon tetszett a szerkezetben az a sok-sok rövidke fejezet, ami ugye a Kirill blogja tulajdonképpen, és abban most csak így beugrott az a kép, hogy az egyik legmegrázóbb volt, amikor ugye a család háziállata, a kutya emberé változik, és így, hát most ez szerintem még annyira nem nagy spoiler, nem, vagy, nem. Ugye, és hogy ott tulajdonképpen, ott csak értsék azok is, akik nem olvasták, mert szerintem az ilyen szinten muszáj beszéljünk róla, hogy kedvet csináljunk, és ugye az történik, hogy idegenként, és ez is szerintem fontos szó, hogy idegenként viszonyulnak hirtelen hozzá, hiába volt évekig a háziállatuk, és ez csak egy férfi személyben belép, nem tudják, mit kezdjenek vele, hiszen eddig láncon volt az udvarban, meg a labdáját rohangált, megpróbálják elfogadni, majd a vége mégiscsak az, hogy tulajdonképpen láncra velik az udvaron. Szóval, hogy ilyen brutális jelenetek és képek és helyzetek, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy hát amúgy el tudom képzelni, hogy ez lenne ismerve, főleg mondjuk a hát nem is csak az emberiség mentális állapotát, hanem a magyar társadalom mentális állapotát, ha már Magyarországon játszódik a regény. Igen, abszolút. Tehát, hogy ezeket a kis történeteket pont azért tettem be, hogy egy minél szélesebb képet kaphassunk arról, hogy mennyiféle reakció létezik a fajzatokra, és ezek a történetek általában nem pozitív történetek. Nyilván azért is, mert Kirill gyűjti, és benne nagyon sok düh van, és szeretné megmutatni, hogy mennyire borzalmas dolgokat szenvedtek el a fajzatok. De igen, a kutyás az nekem is mélyre ment. Mármint, hogy ezeket megírni is felzaklató. Ez az oka annak, hogy Kirill blogja és inkább a negatívakat gyűjti, hogy nincs például szerelmi vonal, mert egyébként még lehet, hogy egy olyan kis beékelés, kis blogbejegyzés lehetett volna, amikor meg mondjuk egy, tehát kíváncsi lettem volna egy olyanra, amikor meg mondjuk szerelem lesz belőle, vagy az szerinted teljesen elképzelhetetlen, és ezt az inkább a Veronika August vonalon próbáltad megvalósítani, ahol szintén nem éreztem a túl nagy szerelmet, mert az August egy elég érdekes karakter, de hogy nem gondolkodta olyanon, hogy egy ilyen kis szerelmi vonal is legyen benne? De amikor elkezdtem összeírni, hogy milyen állatmeséket szeretnék beletenni, akkor szerepelt egy ilyen ötletként valami kifordított Rómeó és Júlia parafrázis, hogy ez így tudna működni. De aztán végül elvetettem pont azért, mert hogy így Kirill válogat, és hát neki így a személyiségéhez az passzolt, hogy ezeket válogassa. Amikor még nem tudtam, hogy így ez lesz a koncepció, akkor olyan tervem is volt, hogy így egy ilyen skálát felhúzni ezekből a mesékből, hogy a borzasztóan brutálisakból indulunk, és a végén eljutunk egy valamiféle együttélés, kompromisszum, tehát hogy olyan történetekig, amik feloldják ezeket, de aztán végül ez nem fért bele, mert Kirill sem arra ment. Valahogy interjúban azt mondod, ezt kértem magamnak, hogy az idegenségtől való félelem, az önkeresés, a másság, egyetemes témák, nemzetű függetlenül érintenek bárkit. Tehát, hogy nem feltétlen cél volt, hogy itthon játszódik a történet, bár hozzáteszem, hogy én imádtam, hogy Kistarcsán van a gettó, meg hogy úgy tényleg az ember nyilván magyar olvasóként a Magyarországon, vagy Budapesten, vagy környékén játszott történeteket talán egy picivel jobban magáinak érzi. Szóval egy érdekesebb gondolat kísérleti így. De hogy volt-e a fejedben, ha most egy kicsit a politikai dolgokat nézzük, nem politizálni szeretnék, csak egyáltalán, hogy itt azért annyira rá lehetett húzni a melegekhez való viszonyát a magyar társadalomnak, vagy én nekem jobban a menekültekhez való viszony jött be. Neked mi volt a fejedben? Mennyire volt tudatos, és mi volt pontosan a fejedben, amikor írtad? Igen, direkt azért játszódik Magyarországon, hogy azt érezze az olvasó, hogy ez így nem eltávolítható tőle, hogy ezek így az itt és mostban történnek, még ha nem is feltétlenül folytatokkal. Egyébként, amikor az ötlet jött, akkor például a menekült válság még nem volt ennyire hangsúlyos, vagy hát még nem történtek meg azok az évek, ahol mondjuk közbeszédé lett ezt éve. Viszont onnantól, hogy ez megjelent, onnantól akaratlanul is párbeszédbe lépett ezzel a szöveg. Én nem akartam, hogy a fajzatok egy kifejezett csoportot képviseljenek, tehát hogy azt így kicsit nem is tudom, leegyszerűsítőnek vagy tisztetlennek éreztem volna, viszont azt igen, hogy így bármilyen csoport, aki valamilyen okból kisebbségben van, akár a nem identitása, akár a származása, akár bármi miatt,
vagy bárki, aki érezte már magát kívülállónak, vagy úgy, hogy a többségi társadalomban nem illik, az így nem is tudom, ebben egy kis, nem is vigaszt találjon, de hogy így lássa benne azt, hogy milyen folyamatok zajlanak, és hogy ne tudja eltávolítani, annak ellenére, hogy ez egy fantasy, annak ellenére a valóságra vetített képe is meglegyen. Én imádtam a könyvet, tényleg mindenkinek ajánlom, szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sok csavar tartogató, elképesztő munka, és én tényleg le vagyok nyűgözve, hogy ilyen fiatalon te neked ilyen fantáziád van, és hogy ezt így fel tudtad építeni, és én azért örülök, hogy itt az elején arról is beszélgetünk, hogy hogyan, mert azt egy interjúban mondtad, hogy 1 millió leütés, tehát az igen, egészen elképesztő, de hogy én azért nem gondoltam, hogy ilyen komoly átírási múltja van, és hogy ennyiszer nekifutottál, és hogy tényleg 5 év, és az ember annyira nekifut, olvasol, olyan könnyed, olyan gördülékeny, olyan úristen, de jó, hogy az Anitának ez így kipattant a fejéből, és közben ez tök tanulságos dolog, hogy látszik, hogy azért ebben milyen bődületesen sok munka van, hogy 5 éven keresztül foglalkoztál ezzel a szöveggel. Nem is tudom, szeretném-e 5 év után még a szövegemet, hogyha ennyi munkát bele kell tenni. Ehhez azt hiszem, nagyon elhivatottnak kell lenni. Igen, azt hiszem, hogy én nagyon makacsul tudom kergetni azt, amit érzem, hogy ezt így meg kell csinálnom. Ezt egyrészt hozom otthonról is, tehát hogy apukám biológus, de amikor elkezdte ő a szakmát, akkor még így nem volt túl sok ilyen állás lehetőség, és folyamatosan azt hallgattam gyerekkoromban, hogy ő ezt így hogy járta ki magának, hogy csinálta a hobbiból, hogyan került ehhez közelebb. Tehát, hogy én hozok egy ilyen nagyon erős családi üzenetet arról, hogy így a kitartás és a küzdés. Úgyhogy nekem az, amikor egy regénnyel küzdöm, igazából ez nem is szenvedés, hanem egy ilyen borzasztó jó kihívás, amit szenvedéllyel lehet csinálni, ahol nem veszem észre, hogy hajnali 4 van, és még mindig dolgozom rajta. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon jó élmény így visszagondolni rá, még akkor is, hogyha voltak tényleg nagyon nehéz pillanatai, amikor már nem tudom, 4. verziót kell kidobnom, és jövök rá, hogy ez nem fog működni, de ha látom, hogy hogyan lesz jobb, és hogyha látom, hogy mit tudok még ebből kihozni, akkor igazából ez motiváló, nem pedig csüggesztő. Nagyon sok interjúban kérdezik tőled, biztos a korodból adódóan is, hogy mit tudsz tanácsolni a fiatal olvasóknak, mert szerintem minden olvasónak mindig elmondom, szerintem vágya, hogy egyszer írjon egy regényt. Azt hiszem, hogy te is egy ugyanilyen szenvedélyes olvasó vagyis voltál, és neked is valószínűleg ez volt az álmod, hogy írj majd egyszer egy regényt, és sikerült most már 3-at írni, és a novellás kötet a 4. könyvben, ugye? Igen. Mi az, amit tudsz tanácsolni nekik? Hogyan alkotsz te, hogyan írsz te, hogyan lehet ezt gyakorolni? Az nagyon szimpatikus gondolat, hogy mondtad több interjúban is, hogy szerinted az írás tanulni lehet, és lehet gyakorolni. Én is nagyon sokszor azt hallom, ki ez is megosztó. Van, aki azt mondja, hogy az írás az egy tehetség, és vagy megvan neked, vagy nincs neked, és akkor azzal születni kell. De én is egyébként hiszek benne, hogy minden a világon tanulható. Nincs olyan dolog, amit nem tudunk megtanulni. Biztos kell valamennyire egy kis készség, de gyakorlással szerintem is minden elsajátítható. Hogy vette az írással ilyen téren, és mit tudsz tanácsolni azoknak, akik vágynak arra, hogy írjanak? Hogyan lehet ezt mondjuk otthon elkezdeni? Hogyan lehet ezt gyakorolni? Igen, szerintem az írással kapcsolatban azért is annyira erős a zseni kultusz, mert hogy nem kell hozzá sem olyan különleges eszköz, amiből kiderül, hogy neked ez megy, vagy nem megy. Tehát nyilván egy hegedűt meg kell tanulni, kezelni, egy orvosnak végig kell járni az egyetemet, mire operálni tud, viszont szavakat egymás után tenni bárki tud a szövegszerkesztőben, nem kell hozzá igazából semmi. És emiatt van szerintem ez a mítosz körülötte, hogy ezt így nem tanulni kell, hanem csak így kipattan a zseni agyából úgy, ahogy van. Léteznek különböző írástechnikai anyagok, én benne voltam egy írókörben, ahol folyamatosan fejlesztettük egymást, írástechnikai anyagokat dolgoztunk fel, novellákat írtunk, hogy felkészüljünk arra, hogy majd hosszabb történeteket is, és hát én biztos, hogy nem jutottam volna el odáig, hogy mondjuk megjelenő regényeket írjak, vagy csak nagyon-nagyon sok idő alatt jutottam volna el, hogyha nincs ez a nagyon intenzív tanulás. 18 éves koromban léptem be az írókörbe, és ez ilyen tényleg így megváltoztatott mindent, amit addig az írásról gondoltam. Úgyhogy emiatt is hiszek abban, hogy ez tanulható. Ami hát nem feltétlenül tanulható, de nem is a tanulhatóság szót használnám rá, hanem amit nem az ilyen kurzusokon fog az ember magára szedni, az az, hogy mit szeretne ő elmondani. És
ha már tanácsolhatnék valamit, akkor hogy azokkal a történetekkel foglalkozzanak, akik írni szeretnének, amik nekik személyesen nagyon fontosak, ami a legfontosabb, hogyha már csak egy történetet írhatnál meg az életedben, akkor melyik lenne az, és én mindig azt választom az ötleteim közül, és nem pedig azt nézem, hogy épp mondjuk mi a divatos, vagy épp milyen, nem tudom, sikerkönyvek vannak, és akkor próbálja nagy újat írni, hanem hogy tényleg azt a történetet kezdje kibontani, ami neki személyesen számít, és akkor bármi is lesz a végeredmény, onnantól egy borzasztó jó élmény lesz az, amit a szöveggel töltött. Hát főleg, mert hogyha nem feltétlenül szívből jövő a téma, akkor valószínűleg, hogyha mondjuk évekig írod, akkor az soha nem fog elkészülni, mert már felénél megunod és akkor feladod, igen. Például egyébként, na csak egy nagyon picit visszaugorva erre, mi volt a legnehezebb rész megírni? Melyik rész volt a legnehezebb megírni? Van ilyen emléked, hogy azon nagyon sokat küzdöttél? Hát nekem úgy szokott lenni, hogy az első fele a regénynek mindig a nagyon nehéz, a második fele meg az olyan, mintha így, nem tudom, kicsusszanna, és nem is kell rá már nagyon gondolkodnom. Valószínűleg azért is, mert az első felében szerkezetileg mindig új szálakat, új elemeket hozok be, a második felében meg már csak elvarrom azokat, amik vannak. És akkor emiatt nekem az első fele szokott lenni technikailag nehezebb. Viszont azért vannak benne olyan jelentek, amik mondjuk érzelmileg voltak nehezebbek, amiket megírtam, és akkor így utána a szövegre sem bírtam nézni, mert nem tudom, annyira azonosulni kell a szereplővel abban a jelenetben, hogy az engem is megvisel, mint hogyha kicsit átéltem volna, és mondjuk, hát van egy jelenet, nem fogom elszpoilerezni, de amikor Pilar tesz magával valamit egy nagy trauma hatására, tehát azt például megírni, az nem volt annyira könnyű. Írókör. Szerinted érdemes egyébként, hogy akkor mindenki keresse magának íróiskolát, vagy alapítson írókör, de azért kell gondolom bele valaki, aki mondjuk egy író, aki így vezér egyénisége mondjuk a kis íróknak. Illetve azt kérdeztem korábban, hogy van-e esetleg valamilyen házi praktika, javaslat, tanács, azon túl, hogy szerintem olvasson mindenki sokat, és próbálja ez meg alap, esetleg. Mindenki olvasson nagyon sokat, igen, aki írni szeretne, és ne csak abban a témában, amiről írni szeretne. Tehát, hogyha mondjuk ő fantasyt szeretne írni, akkor ne csak fantasyt olvasson, hanem drámát, és verseket, és szépirodalmat, és science fictiont, és bármit. Tehát, hogy minél több mindent ismerjen meg, és emellett pedig igen, azt a saját témát is, amiben írni szeretne, mert sokszor kezdőszerzők olyan ötleteket hoznak, amiket valójában már nagyon-nagyon sokan megírtak, és nem biztos, hogy annyit hozzá tud tenni, mint hogyha mondjuk keresne egy egyedibb ötletet. De egyébként szerintem ezen az ember ne aggódjon az elején, tehát tényleg az elején ez legyen egy puszta élvezet, és szeresse azt, amit csinál, és persze közben mellette tájékozódjon, hogyha van kedve, akkor szerintem jó dolog írókörökhöz csatlakozni, vagy akár íróiskolába menni, vannak olyanok, amiket mondjuk szerkesztők tartanak, és ott is nagyon sokat lehet fejlődni, de vannak olyanok is, ahol csak mondjuk összeáll néhány kezdő szerző, akik szívesen olvassák egymás írását, és azokból a visszajelzésekből is rengeteget lehet tanulni, tehát ez ilyen kölcsönös körbe járnak a szövegek, és akkor elmondják, hogy nekem ez miért nem tetszett, vagy hol éreztem problémát. Nekem ez annó nagyon-nagyon sokat segített, úgy is, hogy abban az írókörben, ahol voltam, ott is nagyon sokfélét írtak az emberek. Tehát volt például egy drámaíró srác, aki teljesen máshogy állt egy olyan szöveghez, amit én írtam, mint mondjuk valaki, aki több fantasyt írt. És ezek nagyon hasznosak voltak. A fantasy nem mese, volt egy ilyen sorozatod, amit elkezdtél közösségi oldalon, meg blogodban, azt hiszem a blogodon is, ugye, ott írtál róla. Aminek tulajdonképpen az üzenete, ami egyébként egy nagyon jó megfogalmazás, hogy tényleg szerintem a legtöbb sztereotípia azért éri a fantasyt, mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy mese. Próbáltad bebizonyítani, hogy a fantasy nem mese. Kérlek, mesélj picit erre, hogy honnan jött a gondolat, meg egyáltalán akkor miről is szól a fantasy nem mese kampány vagy sorozatod? Igen, ugye nagyon sok megjegyzést kaptam arra, hogy a fantasy az ilyen mese, és vagy amikor megpróbáltam embereknek elmondani, hogy mivel foglalkozom és mit csinálok, akkor rögtön gyerekmesékre asszociáltak, vagy megkérdezték, hogy miért nem írok valami igaz irodalmat, és úgy voltam vele, hogy nekem ez annyira fontos igazából olvasóként is, tehát hogy nem csak alkotóként, hogy szeretném bebizonyítani azt, hogy ez egy mennyire sokrétű műfaj. És elkezdtem hát teljesen szubjektíven a kedvenceim közül olyan könyveket ajánlani, amiket valamilyen szempontból érdekes. Tehát mondjuk volt a Holló király, ami egy viktoriánus regény fantasyként, és akkor aki mondjuk szereti a viktoriánus regényeket,
az így láthatja, hogy mondjuk mennyire izgalmasan lehet fantasyvel eljátszani. Vagy olyan, ami mondjuk a nyelvet állítja a középpontba, ez is egy ilyen sztereotípia a fantasyvel kapcsolatban, hogy mondjuk a szép irodalom az a nyelvvel foglalkozik, a fantasy meg mondjuk csak cselekménnyel. És akkor ott van Karin Tidbegtől az Amatka, ami meg annyira fontossá teszi a nyelvet, hogy lényegében a mágia alapját adja, és annyira sok mindent el lehet így mondani, meg egyébként a diktatúra viszonyáról, hogy ezeket a könyveket kezdtem el ajánlani, vagy mondjuk egy generációs könyvet, mint a Varázslók, ami annyira szépen beszél a millenialoknak az eltévedéséről. Igaz, hogy fantasy környezetben, meg igaz, hogy varázsolnak benne, de hogy annyira komoly tartalommal, a valóságra reflektálva, és szerettem volna mutatni ilyen könyveket, hogy akiket mondjuk azt tart vissza, hogy ez egy mesés koncepció, és nem szeretnének mesés koncepciókat olvasni, hogy vannak ilyenek is. De egyébként a fantasy a mesékből is nagyon sokat tud meríteni, tehát vannak például mese újrafeldolgozások, vagy a mesék logikáját is gyakran be tudja venni, de attól függetlenül ez már egy felnőtteknek szóló, nem is tudom, irodalmi játék. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a mese az egy pejoratív szó lenne itt, mert azt is nagyon szépen fel tudja dolgozni, csak tényleg ezen a sztereotípia ellen próbáltam valamit tenni. Itt kanyarodunk át szerintem akkor az öt kedvencedre, vagy öt meghatározóra, meg kértem, hogy hozz ötre a fantasyt, igen, hogy igen, öt fantasy fontos volt nekem vége felé, és akkor, ha lehet, akkor én választanám az elsőt, mert így rá tudok kapcsolódni picit az Írha és Bőrre, hogy nekem az Írha és Bőr is egy picit ilyen játéka műfajokkal, hiszen beszéltük, nem lehet annyira rásütni szerintem, hogy fantasy, de azért nyilván valamilyen szinten, de közben disztópia, közben azért igazából egy olyan különleges fikciónak is van, is ilyen műfaj, nem ez a weird, milyen? Weird, igen. Vagy csak weird ennyi? Tehát, hogy ez a különleges fikció tulajdonképpen, amiben történik valami, ami azért nem történhet meg a valóságban, de azért nem megy ilyen varázslóvilágos, ilyen nagyon elrugaszkodott fantasy. Jó, hát nyilván azért olyan nem mindennapos, hogy megbebábozódik egy állat, de ha ezt kiveszed a képletből, akkor igazából egy teljesen átlagos fikció. Átlagos. És én egy interjúban hallottam tőled, hogy a Sötét torony a Stephen Kingtől volt neked egy olyan fiatalkori olvasmány élmény, ami bebizonyította, hogy gyakorlatilag a műfaji határok között micsoda átjárás van, mert hogy ez nagyon sokféle műfaj, ugye? És hogy ez kicsit nekem megidézi az Írha és Bőrt, úgyhogy akkor kezdjük ezzel. Ez egy jó régi kiadás, ez nem ennyi a teljes Sötét torony, ez egy nagyon vékonyka első kötet, van még 7, és azok már ilyen 1000 oldalasak. Ez mondhatni csak a bevezető, azt hoztam el. Ezt én 18 éves koromban olvastam, és hát tényleg azonnal így beszippantott. Ez aztán tényleg kever mindent, a westernt, a fantasyt, a science fictiont. Egy ponton még a szerző is szereplővé lép elő, de egyébként a Harry Pottert is behozza, mert ebben a második világban a cikeszt, azt gyárakban gyártják, és fegyvernek használják. Tehát tényleg annyi mindent behoz benne, hogy ez egy ilyen borzasztó izgalmas, meghatározhatatlan mix, és igen, ebből azt tanultam, hogy igazából nincsenek határok, hát pont az a lényege a spekulatív fikciónak, hogy bármit el tudsz képzelni, és hogyha bármit el tudsz képzelni, akkor bármiket összemoshat. Úgyhogy ez nekem egy nagyon meghatározó könyv volt. Egyébként nagyon tetszik, hogy azt mondta, hogy a fantasy az igazából egy játék, egy irodalmi játék, valahogy így fogalmaztál, hogy ez egy nagyon más aspektus, és tök jó ötlet. Tehát gyakorlatilag tényleg nem arról van szó, hogy azt kell gondolni, hogy 16 éveseknek szóló könyvek, hanem egyszerűen csak egy olyan, nem tudom, fallerombolás és határátlépés, ahol minden megtörténhet és játszani lehet. És tök jó lehet fantasyt írni, ha valakinek jó a fantáziája és képes rá. Úgyhogy tényleg népszerűsíteni kell a műfajt. Jó, akkor az első egy Stephen King, és akkor itt muszáj rákérdeznem, hogy azért ő neked korai olvasmányélmény, ezt jól tudom, ugye? Tehát, hogy elég fiatalon megismerkedtél Kinggel, azért... Igen. Én nem tudom, én Kinggel úgy voltam, hogy elolvastam egy, lehet, hogy valami durvábbat találtam a polcán, apukám polcán, és én azóta sem nagyon olvasok Kingtől, elismerem, szeretem, és az Írásról című könyvét nagyon szeretem, ugye szintén írástechnika. De hogy én megmondom, hogy én már félek sokszor a King művektől, én ezt nem tudom esténként olvasni, nekem nem olyan a lelkem, hogy ez beleférjen. Te egyébként ezek szerint nagyon hamar edződtél és szeretted. Igen, kicsit ő is felel azért, hogy olvasóvá váltam. Én nagyon sokáig egyébként nem szerettem olvasni. És szerintem ennek az is volt az oka, hogy a szüleim nem feltétlenül olyan könyveket választottak nekem, amik
tetszeni tudtak. Egyáltalán nem rossz könyveket választottak, csak valahogy én nem rezonáltam velük. És azt hiszem, hogy én 12 éves voltam, amikor a barátnőm a bátya polcáról elcsort egy Stephen Kinget, és akkor odaadta, hogy úristen, ezen be fogsz szarni, ettől nem fogsz aludni. És először nem is tudtam, hogy elmerjem olvasni, vagy nem merjem olvasni, jó kicsit beleolvasok, és így annyira azt éreztem, hogy wow, ez végre így nekem szól, hogy utána a könyvtárban így végigmentem, és szinte mindent elolvastam tőle. Fú, de érdekes, amit mondasz, bocs, hogy belevágok, hogy ez mennyire fontos, hogy egy gyereknek mutassunk különböző dolgokat, vagy hagyjuk, hogy ő válaszoljon. Nagyon sokszor hallom ezt is, tudod, hogy még csak 8 és a gyerek még azért a Harry Pottert nem. Én tökre azt hiszem, hogy a fantáziája, majd a gyerek eldönti a fantáziájában, mi fér bele. Igen. És lehet, hogy attól tényleg attól lettél olvasó, hogy nagyon korán neked tetszett ez a nem tudom, brutál, meg horror, meg ijesztő dolog. Igen, amit a szüleim összeg sose adtak volna a kezembe, mert le voltak sokkal, vagy milyen véres borítóik vannak, meg tényleg azért kicsit kiakadtak rajta. De hogy közben meg egyébként nekem az is tetszett ezekbe a Stephen King könyvekbe, hogy nem csak a félelemkeltésről és a horrorról szólt, hanem ő iszonyatosan jól ábrázol emberi kapcsolatokat, meg nagyon mélyen lemegy a karakterekbe. És az, hogy például én is úgy gondolkodom az írásról, hogy a karakter adja meg a lelkét az egésznek, hiába van cselekmény, meg fordulatok, meg nagyon látványos világ, de hogyha karakterek nem elég mélyek, és nem elég összetett a pszichológiájuk, akkor szerintem nem működik úgy egy könyv. És ezt például a Stephen King könyvekből tanultam meg, pedig hát mit gondolunk róluk, darabolós gyilkosságok, meg rémek a sötétben, de sokkal inkább az emberről szólnak ezek a könyvek is. Hú, ez nagyon inspiráló, köszönöm. Tök jó. Na, mi a második? Legyen, hát, ezt már átbízom. Legyen a gyűrűk ura, mert az volt az első fantasy, amit életemben olvastam. Igazából ez még a Stephen King könyvek előtt volt, tehát hogy valójában ez volt az első könyv, amit hát már jó sárga és megviseltes. Fogtam a zseppénzemet, és elmentem egyedül egy könyvesboltba, nem mertem megkérni a szüleimet, hogy vegyék meg nekem, nem tudtam, hogy elég lesz rá a zseppénzem, bementem, és így kitettem az összeset a pultra, hogy ezért adjanak egy gyűrűkurát. És aztán a teljes gyűrűkurát elolvastam egyetlen hétvége alatt, és így akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez az, amit én mindig is kerestem, hogy ilyen nagy fantáziával megírt, borzasztó összetett világok az, amire én vágyom, és amit előtte egyetlen nem adtak a kezembe. Úgyhogy ez egy ilyen hazatérési élmény volt. De akkor te nem Harry Potteres vagy ezek szerint, mert szerintem aki a gyűrűk urát ennyire szereti, annak már lehet, hogy a Harry Potter kevés. Biztos olvastad és tetszett, de hogy a gyűrűk ura jobban tetszik, ha jól sejtem. Igen, nekem ez ilyen furcsa volt, mert Harry Pottert nem engedték a szüleim, hogy elolvassam. De úgy, hogy már a gyűrűk urát olvastad? Nem, vagy előtte nagyjából. Igazából a takaró alatt elolvasgattam egy-két Harry Pottert. És nagyon szerettem, a barátnőim csempészték ki még általános iskolában, hogy akkor neked is legyen Harry Potter élményed, mert mindenki ezt olvasta az osztályban, és én voltam az egyetlen, akinek nem volt szabad. Komolyan? Úgy, de szigorúak voltak a szüleid. Nagyon. Mit szóltak ehhez, hogy aztán meg ilyen könyveket írt, hogy aztán van brutalitás? Hát tudtam, hogy nem olvasták őket, úgyhogy így. Nem? Nem olvasták őket. Nem tudom, szerintem irodalmat már viszonylag kevesebbet olvasnak, így idősebb korukra. Meg lehet, hogy nekik furcsa, és azt tudom, hogy anyukám belekezdett többet, de hogy így nem fejezte be, nem tudom, hogy pontosan mi miatt. Valószínűleg nekik ezek furcsa történetek, úgyhogy ez így kimaradt, és akkor a Harry Pottert se engedték olvasni, és igen, elolvastam a takaró alatt, de hogy így mindig tapadt hozzá valami ilyen bűnös dolog, hogy ezt nekem nem szabadna, és hogy akkor úristen mi lesz, úgyhogy én felnőttként fejeztem be aztán a Harry Pottert. De hogy ez milyen érdekes, hogy míg nekem például a Harry Potter a megjelenéskor 12 éves voltam, én úgy emlékszem, és gyakorlatilag azt tett olvasóvá, addig egy teljesen más út az, hogy neked mondjuk nem engedik meg a szüleid, és a takarulat olvasod, és közben elolvasod, és fűződik hozzá egy más élmény, és ettől még tetszik, és szereted, és aztán Gyűrűk urát olvasol, és társai, de hogy ez azért milyen érdekes, hogy mennyire meghatározó az, hogy mi történik velünk ebben az időszakban, vagy igen, hogyan. És valószínűleg mennyire más lett volna, hogyha én azt szabadon olvashatom, és valószínűleg sokkal korábban szívbe a fantasy, és nincs meg ez a fura érzés, hogy de hát ez nekem nem szabadna. És valószínűleg azért is mentem el titokba egyébként a könyvesboltba kis zsebpénzemmel, mert nem éreztem ezt így elfogadva, hogy ilyeneket lehet olvasni. És ez nem lehet, hogy ezért is a fantasy irányba indultál? Mert hogy ezt nem szabad, hogy ez egy tiltott dolog volt?
Nem tudtam, hogy így a fantasy van tiltva. Tehát, hogy ez sose volt kimondva, hogy a fantasy az, ami tiltva van. Voltak tiltva bizonyos dolgok. Néha úgy nem értettem a rendszerét, hogy mi és miért. Én nem éreztem ebben igazából dacot, amikor elkezdtem. Inkább csak azt, hogy annyira bevont, és annyira csodálatos volt az egésznek a világa, hogy nem bírtam szabadulni tőle. Jöjjön a harmadik. Menjünk időrendben. Itt van az Ogómerdő, Kleinhans Csillától. Nem ezt a kiadást, mert ez már egy újabb, hanem egy régi salátába olvasottat olvastam el. Közvetlenül az érettségi után, amikor egyetemen először utaztam egyedül külföldre, és nagyon féltem tőle, hogy ez milyen lesz, és ez volt az a könyv, ami így a vonatúton életben tartott. És akkor már tudtam, hogy én szeretnék fantasyt írni, és rádöbbentem, hogy egyetlen magyar szerzőtől sem olvastam fantasyt, és hát az milyen dolog, hogy én magyar fantasy szerző szeretnék lenni, de hogy egyébként fogalmam sincs arról, mit írnak a magyar fantasy szerzők, és akkor ez volt az egyik első könyv, a másik László Zoltántól, a Nagate, amiket ekkor elolvastam. Ez a magyar népmesei világot ülteti át egy fantasy, egyébként Gödöllőn kezdődik, tehát ez is Magyarországon játszódik, és aztán átvisz a tündérvilágba. És ez akkor szintén ilyen hatalmas élmény volt, hogy de hát fú, akkor magyar szerzők is tudnak olyat írni, ami tényleg ennyire lenyűgöző, és akkor egyrészt meg kell ismernem a magyar szerzőket, másrészt, hogy akkor van annak jövője, vagy ez egy reális elképzelés, hogy lehet itthon fantasyt írni. Nem ő a szerkesztő, vagy aki felfedezett téged? Igen, később ő lett a szerkesztőm is, akivel együtt dolgozunk most már nagyon sok éve. 14-ben jelent meg az első regényem, szóval igen, most már egy ideje. Hát ez akkor nagyon nagy dolog, hogy ő volt az első magyar szerző, 18 évesen a vonaton olvastad, ő tartott életben, és aztán hogyan jutunk el oda, hogy aztán ő lesz a szerkesztőd? Meg akkor ezek szerint ragaszkodsz is hozzá, meg a Gabóhoz. Igen, én nagyon szeretek a Csillával dolgozni, mert úgy érzem, hogy egyrészt nagyon érti, amit csinálok, nem akar egy picit sem megváltoztatni, vagy valamiféle más irányba terelni, hanem mindig azt nézi, hogy mi az az adott szöveg, amit hozok, és hogy akkor így abból bontsuk ki a legtöbbet. Vele igazából az írókörben találkoztam, tehát ő volt, nem vakvezet világtalanban voltunk, hanem Csilla akkor már szerkesztőként dolgozott egy kiadónál, és akkor ő volt az, aki így hozott olyan írás technikai anyagokat, amiket mi aztán fel tudtunk dolgozni. De hát ott nem tudom, tehát nem az volt, hogy mondjuk így ott felfedezte egy írásomat, és akkor az alapján kerültem volna be, hanem én először nem ismertem neki megmutatni az első regényt, ami aztán később megjelent, mert úgy voltam vele, hogy ez milyen ciki, hogyha rossz. Akkor elkezdtem kiadóknak küldözgetni, ami szerintem egy borzasztó nehéz dolog ismeretlen szerzőként kiadókhoz küldözgetni, mert ha még az ember kap egy elutasítást, hogy köszönöm, az egy sokkal, nem tudom, lezártabb ügy. De általában az van, hogy elküldi az ember a kéziratot, és nem kap választ soha. És akkor volt egy ilyen, hát egy két éves kiadókeresgélés, amiben azt hiszem összesen egy vagy két választ kaptam, azok teljesen ellentétesek voltak. Az egyik azt mondta, hogy tök jó a stílusom, de nem tudok sztorit írni, a másik az, hogy tök jó a sztori, de nincs stílusom, és akkor így mit kezdjen ezzel az ember? És egyébként ez egy ilyen szörnyen bizonytalan állapot volt, hogy vártam valamiféle választ arra, hogy egyébként van-e értelme ezzel foglalkoznom, vagy nem tudom, valami sokkal hasznosabban is töltetném az időmet. És akkor így két év után lettem olyan bátor, hogy akkor elküldtem Csillának, hogy mi lenne, ha elolvasnád? És akkor elolvasta, bár egyébként még utólag ráírtam egy e-mailt, hogy figyelj, inkább hagyjad. Hagyjad mégse, bocs, és akkor följött, hogy de hát már elolvasta, és egyébként tetszett. Szóval, hogy így kezdtünk el végül dolgozni ennyit. Egy kérdés még Csillához. Azt mondod, hogy négyszer átírtad, kidobszad, újra kezdted. Ez azon a ponton már beszélgettek? Tehát, hogy ő is mondja neked, vagy ő már csak a legvégét látta azt a verziót, ami tulajdonképpen szerkesztés előtt megjelenik? Az írha és bőrből csak a legvégét látta. Azt tudta, hogy így kidobom, de nem tudott részleteket, hogy pontosan miért, mert... Tehát ott még nem vontad be a folyamatba. Nem olyan szerkesztő, akivel menet közben együtt dolgoztok, hogy hogyan épüljön fel ez a világ, és mondjuk adta azt az ötletet, hogy legyen teremtő, hanem ő már csak a legvégső verziót látja. Igen, egyszer-kétszer beszélgettünk így a szövegről, de mivel ennyire
káoszosan írok, hogy én sem tudom, hogy mire fog kifutni. Felteszek két kérdés, hogy na jó, de hogy ez itt mi lesz, meg hogy lesz, és mondom, hogy még nem tudom, csak akkor fogom tudni megmondani, ha már odaérek, úgyhogy emiatt így nem szoktam annyira bevonni az írói folyamatba. Viszont pont próbálkoztunk ezzel, tehát a novellás kötetben van egy kis regény, és ott például elküldtem neki az első fejezetet, amikor megírtam, hogy azt nem tudom, hogy hova fog kifutni, de hogy egyébként ezen dolgozom, mit gondolsz, és akkor úgy már tudtunk róla beszélgetni. Tehát valószínűleg nálam így ez az, ami jobban működik, hogy amikor már van valamennyi szövegem, akkor megmutatni, és egyébként az inspiráló, hogy utána tudunk róla beszélgetni. Csak ne kérdezze meg, mi lesz a vége, mert azt nem tudom. Na jöjjön a harmadik. Legyen az Amerika Istenek Gémentől. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok már régóta. Teljesen más kiadásban adják most már ki. Igen, azt hiszem, hogy az bővített ehhez képest, tehát hogy ez az a verzió, amit a szerkesztője egy kicsit meghúzott, és akkor aztán kiadta az Agave úgy is, ami a meghúzatlan, nem tudom, írói, rendezői változat. Jó hosszú. Igen, így is jó hosszú. Na, mesélj, milyen? Ezt én nem tudtam, amikor megvettem, hogy ez egy borzasztó nagy kultkönyv. Ezt a borítója miatt vettem meg egy könyvesboltban, meg azért, mert ez volt az utolsó példány belőle, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt vagy most veszem meg, vagy soha. És hát ez is ilyen hatalmas felismerés volt. Lehet, hogy még a Sötét torony előtt olvasom, nem tudom, de valahol nagyon a tájban. Előtte mindig ilyen klasszikusabb fenteziket olvastam, mint mondjuk a Gyűrűk ura, ahol nagyon grandiózus világépítés van, nyelveket talált ki Tolkien, és ez pedig ide volt helyezve a hétköznapokban. Szerintem lehet, hogy ez volt az első urban fantasy, amit olvastam. És annyira lenyűgözött, hogy mennyire másként működik egy urban fantasy, és hogy egyébként hogyan nyúl mégis a mitológiákhoz, hogyan veszi elő az isteneket, hogy vannak mondjuk a klasszikus ókori sumér meg görög istenek, és hogy mondjuk hogyan modernizálja, hogy vannak a modern istenek, mint a tévének, vagy a pénznek, vagy a nem tudom, volt-e már, de hogy ha ma írnák, a közösségi médiának is biztos lenne benne istene. És ez fogott meg benne, hogy mennyire kreatívan fel lehet használni egy csomó alapot, és aztán maivá tenni. De izgalmas. És maga ez az urban fantasy műfaj is nagyon izgalmas egyébként. Én nemrég az Edileru láthatatlan életét olvastam, ami szintén egy urban fantasy, és ez is egyébként azoknak, akik mondjuk fantasyt olvasnának, de vagy hogy próbálkoznak a műfajjal, de talán visszajognak a nagyon elvont dolgoktól, a varázsvilágtól, vagy nem tudom, gyerekesnek tartják, azoknak például lehet, hogy az urban fantasy egy izgalmas dolog lehet, hogy van benne valami kis elvont, valami kis olyan dolog, ami nem történhet meg, nyilván az istenek jelenléte a mindennapokban, vagy például az, hogy valaki halhatatlan, de közben meg egy abszolút hétköznapi történet. Igen, ebből a szempontból esetleg könnyebb első könyvnek olyat választani, mi legalább a valóságunkban játszódik, és az urban fantasy-nél az is egy gyakori történetmesélési technika, hogy egy olyan szereplőt választ főszereplőnek, aki korábban nem tud a mágikus világnak a létezéséről, és akkor egy kicsit az olvasóval együtt is vezeti be, hogy egyébként itt vannak furcsa dolgok, de lehet, hogy előtte egy teljesen átlagos, nem tudom, 8-tól 4-ig dolgozó hivatalnok volt, és ez is így kicsit segíthet, nem tudom, akklimatizálódni. Nagyon jó, el fogom olvasni. És akkor nézzük az utolsót. Ez a legfrissebb, ez Jemisintől az 5. évszak, ez is egy trilógia, de ebből is csak az elsőt hoztam el. Hát ez egy nehezebb fantasy, tehát hogy ez egy kitalált világon játszódik, és nagyon bonyolult a mágia rendszere, azért 5. évszak a címe, mert folyamatos világvégék jönnek el ebben a világban, az az 5. évszak, tavasz-tél-nyár világvége, tehát hogy valahogy így. Ilyen videó. És hát ez is nagyon erősen a aktuális problémákról szólt, tehát vállaltam mondjuk a Black Lives Matter-re is, reflektál benne a szerző, de mellette pedig fantasyként is nagyon erős és nagyon újító, és olyan mágia rendszert használ, ami igazából így a geológia és a nem is tudom, különböző ásványok, meg az ilyen földlemezek tektonikus mozgása, tehát hogy nagyon egyedi benne a fantasy rész is, és nagyon erősen foglalkozik azzal, hogy annak ellenére ez egy idegen világ, mit tud a ma emberének a jelenről elmondani, és emiatt én nagyon szeretem.
nagyon inspirálóak ezek a könyvek, remélem egyszer lesz időm, vagy nem tudom, felfedezem tényleg az időnyerőt, és viszont forgatni, és párhuzamosan olvasni, mert tényleg beszélgetni veled, azt érzem, hogy engem egyrészt inspirál írásra, másrészt inspirál arra, hogy nem csak, hogy az Írhaisbört majd egyszer újraolvassam, hanem az összes könyvet szeretném elolvasni, mert mindjárt szerintem a boltban megvan, és ha megvan, akkor a videó végén ezért megmutatjuk legalább vágóképen, mert most buta voltam, és nem készültem, úgyhogy nem tudom, hova van pakolva, meg ezeket is, tehát hogy annyira meghozod a kedvem, hogy fantasyt olvassak, és annyira egy más nézőpont ez, és nem nagyon fontos is volt, hogy ezekről beszéltünk. Úgyhogy azt kívánom, hogy írj még jó sokat, meg hogy nektek meg azt kívánom, hogy olvassátok el az Írhaisbőrt is, ha nem olvastátok még ezt, hanem tényleg fantasztikus, és annyit a többi könyvét, a Bábelfélyt, a Horgonyhelyet, és a most megjelent Hazugság téziseit, ami pedig egy novellás kötet, és úgy tudom, már írsz. Remélem nem 5 évet kell várni a következőre, az nem hát lesz egy ilyen nagy bolomani. Nem kell 5 évet várni. Van egy ötletem, de még igazából nem kezdtem neki. Tehát minden könyvem után nekem kell egy ilyen feltöltődési idő, amíg kimennek a réginek az érzelmei, és felkészülök valami újra. Azt elhiszem, pláne, hogyha még interjúkat adsz folyamatosan a könyveidről. Nektek pedig azt ajánlom, hogy olvassátok el az Írhaisbőrt, ha még nem olvastátok volna, és mélyüljetek el kicsit a fantasy irodalomban. Én nagyon bízom benne, hogy egy kis kedvet csináltunk hozzá. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Anita. Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok! Thank you.